mennyire elégedett a csapat teljesítményével? Hát azt hiszem, erre a kérdésre nem nehéz válaszolni, hiszen a MB2 egy profi osztály, az eredmény minősít, és az eredményeink azok gyengék, utolsó helyen áll a csapat, pontszámban lényegesen elmaradtunk a várakozástól, természetesen tudtuk, hogy nem élcsapat leszünk, de úgy gondolom, hogy ennél mindenképpen jobban kellett volna szerepelnünk, és érzésem szerint reálisan látva a csapat teljesítményét, úgy gondolom, hogy benne is maradt a csapatba különböző okok miatt, mondjuk egy 5-6 pont minimum. Gyenge nagyon. Tehát a gyenge játékosok szerintem nem ütik meg az MB2-es színvonalat, és én szerintem, hogyha nem erősítenek most a vége fele, akkor ilyesnek simán. Én úgy gondolom, hogy amennyiben ma nem sikerül 3 pontot szereznünk, akkor nagyon nehéz matematikailag is megvalósítani azt, hogy 3 csapatot megelőzzünk, így nem látok arra túl nagy esélyt, hogy mivel az osztályban benn fogunk tudni maradni. És egyébként tudjuk, hogy te Szeol szurkoló vagy, és hogy érzed egyébként maga a város, melyik szegedi csapatot tudja magáénak, melyiket ismeri el jobban magáénak? Hát igen, ez egy jó kérdés, tehát én is ezen gondolkoztam, hogy amikor úgymond ketté vált az egész, és ugye tehát ez egy érdekes dolog, hogy Gyulára kerültek ki a csapat. Tehát ez egy nonsense dolog, úgy gondolom. Nem tudom, hogy a közönség hogy fog szurkolni, de úgy gondolom, hogy több a Szeol szurkoló, mert csak hazai pálya meg. Meg egy darabig ugye csak Szeol meccs volt, és így hozzánőtt a szívünkhez ez a csapat. A Szeolt egyértelműen. Miért esetleg, azt meg tudja indokolni? Hát itt születtünk, itt futballoztunk ebbe a csapatba, személy szerint én is. Tehát unokám itt játszik a Szeolba. Tehát én úgy gondolom, hogy nyilván elfogott is vagyok ez miatt, de én úgy gondolom, hogy ez így reális. Egyébként amikor feljutottak ide az MB2-be, volt esetleg felmerült olyan gondolat, hogy akár még magasabb osztályban az MB1-ben is egyszer megmutathatná magát az egyesület? Szó se volt ilyenről, ugyanis ehhez ismerni kell a szegedi viszonyokat, a szegedi társadalmi, politikai, gazdasági, infrastruktúrális viszonyokat. Ezek egyik sem kielégítő a magasabb osztályhoz, sőt, mint ahogy esetünk bizonyítja, az MB2 sem. Egyébként a két szegedi klubnak milyen a viszonya? Nekem nincs kapcsolatom a másik klubbal, minden esetre hozzátenném, úgy gondolom, ez nem rajtunk múlik. Úgy tudom, hogy van köztük ellentét, és talán ha közelednének egymáshoz, akkor úgy gondolom, hogy hát persze most könnyű mondani, hogy közeledjenek, mikor az egyik az kieső helyen van egyáltalán, de ha bennmaradnának talán később, úgy gondolom, hogy akkor több esélyük lenne a NB1-re. Szerintem az lenne a legjobb megoldás, ha két csapat összeavonnák. Tehát a játékosokat is, aki megfelel az NB2-es színvonalnak, azt megtartanák, a többieket meg szerintem elküldenék. És akkor annak a csapatnak is ugyanígy tudna szurkolni? Persze, hát egyértelműleg. Ez gyerekkoromtól is mindig volt ilyen rivalizálás, akkor más csapatok között, de ez talán túl erős, amit ebben a városban van. Tehát itt azért ezt egyszerűbben kellett volna kezelni, és csinálni egy erős csapatot. Remélem, hogy aztán visszatér az a régi kerékvágás, hogy egybe legyen a két csapat, akár azt is meg lehetne csinálni szerintem. Hát szerintem sok szegedi sportembernek azért ez fura, de hát most jelenleg ugye ez van. Hát ugye a másik Szegednek most jobban megy, de nyilván szerintem a legtöbb szegedi ember szeretne hosszú távon egy szegedi csapatot.